Galambos Lajos ügyvédei szerint azok a lehallgatott telefonbeszélgetések, amelyek alapján fogva tartják a zenészt, nem használhatóak föl ellene, mivel a lehallgatást nem a most benyújtott gyanúsítás, hanem más bűncselekmények miatt rendelte el annak idején a bíróság. Vagyis e szerint ki kellene engedni az előzetesből az ismert zenészt, szeptember 24-e óta tartják bent, áram- és gázlopással, valamint vesztegetéssel gyanúsítják. A feleségét is letartóztatták, de 9 nap után kiengedték. És a stúdióban itt van velem vendégem, Berényi András ügyvéd, Galambos Lajos jogi képviselője. Köszönöm, hogy itt van. Jó estét. Mennyire biztos, ugye mi most azt mondtuk, hogy kiengedhetik Galambos Lajost, mennyire biztos ez, hogy az előzetesből ő kijöhet? Hát egyáltalán nem az, hiszen ugye ez a védelem álláspontja. Tehát ugye első fokon a Budaörsi Járási Bíróság hozott egy végzést, amely alapján január 24-ig meghosszabbították az előzetes fogvatartását, és mi ez ügy vonatkozásában kaptunk olyan iratokat, amelyek új bizonyítékok voltak számunkra arra, hogy megítélésünk szerint alaptalan az ő előzetes fogvatartása, sőt talán a maga az alapos, megalapozott gyanú is megkérdőjelezhető, így a másodfok ebben a kérdésben, előzetes kérdésében dönteni fog, ez a Budapest környéki törvényszék. De különbséget kell tenni a tekintetben, hogy itt az előzetes fogvatartást döntik el, és nem pedig azt, hogy egyébként a gyanú, vagy az általunk képviselt védelmi stratégia, az helyes vagy nem. Ugye önök azt mondják, hogy azért kellene elengedni, mert hogy egy olyan bizonyítékot akarnak itt felhasználni, ami itt nem használható föl. Nincs is más bizonyíték? Nem, ezt önök mondták most, mi nem ezt mondtuk, mi azt mondtuk, hogy ez például a megalapozott gyanút, illetve a minősítést megkérdőjelezi, hiszen a vesztegetés vonatkozásában ez idáig egyetlen bizonyíték a lehallgatás. Egyébként szerintünk az sem az, de most az iratokból kiderült, hogy az álláspontunk szerint jogellenesen hallgatták le Galambos Lajost. Azt mondják, hogy más ügy miatt hallgatták le, mégis hány ügye van a művész úrnak? Nem őt hallgatták le, hanem aki ebben az ügyben szintén érintett, de őről én nem nyilatkozhatok, őt hallgatták le, és akkor, amikor ő beszélt Galambos úrral, akkor történtek olyan lehallgatási anyagok, amelyek a hatóság szerint bizonyíthatnak. De önök azt mondják, hogy más ügy bizonyítékai ellene nem használhatóak föl? Nem, mi azt mondjuk, hogy a minősítés akkor, amikor a lehallgatást elrendelték, nem volt helyes, így nem rendelhették volna el azt, hogy a másik ügyben történt lehallgatást itt felhasználják. De ez csak egy dolog a sok közül, tehát ugye mi azt is elmondjuk, hogy itt C és D pontra ezt helyezték őt, vagy hosszabbították meg az előzetesét, ami azt jelenti, hogy a bizonyítékok eltüntetése, illetve a tanúkkal való összebeszélés, valamint a bűnismétlés miatt tartják előzetesen tovább fogva. Ugye ez egy dolog, ami megingatja ezt a bizonyítékot, de mind a mellett, hogy azt azért láthatjuk, hogy neki soha nem volt büntetőeljárás ellene, jelen pillanatban sincs másik büntetőeljárás ellene, és ebben a nevezett büntetőeljárásban pedig arra utalni, hogy az ő életberendezkedése miatt esetleg bűnismétlés fordulhat elő, ez teljesen kizárt, hiszen nem erre rendezkedett be. Sok szokatlan dolog volt itt, például nem annyira megszokott, például, hogy vezetőszáron visznek valakit egy ilyen eset miatt, illetve most azt mondja, hogy az előzetes, ez sem biztos, hogy jogszerű. Mit gondolnak, mennyire van itt bármilyen személyes konfliktus ebben? Hát én erre még nem vagyok felhatalmazva, hogy erről nyilatkozzak. Egyébként lehet ez egy példastatuálás, lehet ez egy személyes indítatás. Én azt gondolom, hogy ilyen bűncselekményekben valóban nem jellemző maga az előzetes fogvatartás sem. A vezetőszár használata egyébként a fogvatartás, az előzetes tárgyalásokon való szállítás alkalmával jellemző. De azért kérdeztem én rá erre a személyes vonalra, mert ugye megjelent az a hír, hogy amikor nyáron először volt házkutatás, akkor elég éles konfliktusba került az ottani rendőrökkel, konkrétan megmutatta a hátsóját Galambos Lajos, ez igaz? Én nem voltam ott, én erről nem tudok. Nekem ilyet senki nem mondott soha, nem is mesélt ilyet a Lajos, és én, tehát mivel nem voltam ott jelen, sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom, bár ő ilyet soha nem mesélt nekem. De ő kizárja azt akkor, hogy mondjuk a rendőrök annyira haragszanak rá valami ilyen miatt, hogy emiatt szigorúbbak, mint bárki mással. Nézze, az, hogy a rendőrök hogyan járnak el, mondjuk akkor, amikor a letartóztatás zajlik, tehát amikor őt kommandósok ellepték a házat egy ilyen bűncselekmény vonatkozásában, és akkor ott rögtön
vezetőszára tették, és rögtön gyakorlatilag a gyermekek előtt is megszégyenítették. Ez az eljáró rendőrség döntése, hogy ők úgy ítélték meg, hogy ő szökni próbálna, és ugye ezt a szituációt így kezelték, ez az ő döntésük volt. Nyilvánvalóan a mi álláspontunk az, hogy ez egy erősen túlzó eljárás volt. Köszönöm szépen, hogy elmondtad. Köszönöm a lehetőséget.